A következő műsorban parasságok, alpáriságok hangzanak el, ezért megtekintését igazából senkit nem ajánljuk. Továbbá szeretném előre bocsájtani azt, hogy ebben az étteremben a pincérek, kiszolgálók direkt beszélnek a vendégekkel úgy, ahogy ez nyilván a tematika, a szórakoztató része, ezért senki ne sértődjön meg, illetve ez miatt szerintem senki ne írjon negatív kommentet rájuk, mivel tényleg ennek a helynek ez a tematikája, ez a brandje. Úgyhogy hát nézzétek meg, hogy is bánnak itt a vendégekkel ezen a csodás helyen. Ágos, mi történik itt? Halló, Márti! Hello! Megvan a plutónium. Ami itt van, ez tartatatlan. Megyek, találkozunk. Hozd a gépet. Azt a gépet, tudod? Jó van, Márti, mindjárt ott vagyok. Rendben, jó. Hello! Ó, itt van, ez az! Ez az, Márti! Ja, elhoztam, itt van a gép! Doki! Ó, Márti, király! Megérkezett, meg gyere, menjünk, Doki! Még mindig a régi! Vissza kell utaznunk! Márti, előre kell mennünk a jövőben, mert ez így nem maradhat! Gyere, Doki, azon! Ja. Menjünk, Doki, menjünk! Beépítettem a fuchsos kondenzátort! Mi kell hozzá, hogy meghajtsa? Minimum egy millió Scoville értékű chili sauce. Egy millió Scoville? Úristen, honnan szerzek egy millió Scoville-os chili sauce-t? Márti! Doki, mindent meg tudsz oldani. Nyuszi vagy, Márti? Nem mondja senki azt, hogy nyuszi vagyok. McFly! Megvan a megoldás! Tudom, honnan szerzünk chili sauce-t. Induljunk! Menjünk, Doki, menjünk! Tibi, nagy baj van. Mondja. Kéne egy millió Scoville-os sauce, legalább. Nincs nálad véletlenül? Apa, tudod, hogy mindig van nálam. Lent tartsd! Ah, végre! Ah, ez mehet a fluxus kondenzátorba. Dobd be a fluxus kondenzátorba, itt van! Dobd be! Ó, Márti! Megérkeztünk, Doki! Mi ez a hely? Nagyon komoly! Hát visszajöttünk a középkorba, Márti! Doki, gyere! Márti, hova vagyunk, Márti? Gyere, Doki! Mit csináltad a kultezátorral? Vannak a barbárok! Súlyog a földön, hevernek, Twitch-en, a szívek beregnek, mindenki várva várja, hogy induljon. Ki ez a srác, ő mindig tudja, hogy mire vágysz. A kőgolyó királya, félmarhát egyedül bevágja. Jó kedvet teremt, amikor kell, csak ki a PayPal-t iratkozz fel. Két borsú kóla. Hogytam most tudom utóbbi helyben? Hát igen, még a lábam sérül a székről. Na hát szevasztok, hello, itt van velem Csibész, Devon, Andris. Cső. Millió néven ismeri a világ, meg a közmédia. Hát ugye sikerült megérkeznünk a múltba, mert hát itt vagyunk a paraszt étterembe, középkori paraszt étterembe, ahol hát ez eléggé köztudott, hogy nagyon jól bánnak az emberekkel. Csókolom! Na, Isten hozott benneteket, ma ötször fogadtalak még hangot, gyavlak. Hát ez a médiának a varázsa. Na, hogy... Média, milyen média, arról beszélsz? Mia? Na, hát akkor köszönjük szépen a fogadást. Valangatokra odaülle, mert mindjárt hozzuk a szaknakvalót. Felődörögjetek. Hát te is ülj valangatokra. Mi, nekünk szerintem ez lesz az ideális otthonunk most. És megpróbálom megenni egy kétszemélyes tálat, amire azt mondják, hogy nem valószínű, hogy ezt nagyon megeszem egyedül. Ma meglátjuk, ma elválik. Brutális adagok vannak. Nagyon durva, nagyon jól néz ki. Láttam, te meg egy fekete seggűt eszel. Egy fekete seggűt, így van. Ja, meg nyilván Hajni is, bocsánat, tehát itt van Hajni is velünk, hát... Hát én nekem annyira megszokott, hogy itt van, hogy nekem az a fura, hogyha nincs itt. Ó, te milyen klímája van ennek, te? Akkora hangja van, bazen. Jézus, ne nézzél, ma oda megyek. Ja. Vágjatok ki! Na hát akkor gyertek, bazen, nézzük meg, milyen is ez a hely. Gyere, Devon, jössz? Gyere, fogd már a kezem. Thank you.
nagyon is. Zabálni szoktok? Szeretném. Ennénk valamit. Oh, akkor itt van egy zabala, pepe van a szarnak való. Válogassatok valamit. Köszönjük. Na, csöcsöské, bubis vizet mondtam. Csöcsöské. Igen. Mit teszünk, gyerekek? Tudom. Hát akkor te az a tál, amit mondtál? Úristen, már milyen étvágygerjesztő fűrészelik. Figyelj, rátudom magamat. Igen? De én döntsem el, mit teszel? Persze. Hát csak azért, hogy ízlik. De ilyen döntéseket nem hozhat meg egy halandó. De nyugodtan, szerintem. Hát, nem már. Hát miért ne? Rátudom magamat. Na. Nem is látom, megmondom őszintén. Akkor neked itt van a kaucs. Nem, és itt a szemüvegem. Ez a rohadt nagy zabálás. Igen. Akkor ez neked való lesz. Igen. De azt mondtad ugye, hogy ezt a tálat. Én a két személyeset bepuszilok szerintem. És melyik? Karasznak való moslékos vájú. Én egy fekete seggűt ezek amúgy. Fekete seggű? Fekete seggű. Gyere, honnan bele! Mancika, szeretnék egy ízét, egy ásványvizet. Mit szeretnél? Ne szeressél semmit. Ásványvizet, vagy vizet. Hát a pancsóval. Hát ebben nem. Ja. Még egy ilyet lehetne kérni? Bocsánat, csoka. Ó, ma még vezeltek a veled isteni, de most hoztad ki. Szűzmániadat neked. Ha még félig van. Ja, akkor hagyjuk. Na, te marha. Te drága a víz, ilyen szorosságban még főleg. Micsoda ilyen vagy? Jó, hogy nem, amikor teli van, akkor ez... Jelzi bele egy bögrényi. Ki a baj már, hogy ennénk? Te megvan neked? Az állasz már ki, mit húzol az időt, te jó asszony? Most változom én is a stílust, a tenyérére kapol. Verekedni lehet itt, nem? Csak felé is lesz öregem. Csók az. Mit akarsz ma még itt? Tudtam, ha beszélíti, egyhogy veled bajom lesz. No. Hát zabálnánk valamit, mi is. Na jó, akkor mondd még. Na, én egy ilyen moslékos vájút, ilyen két személyeset kérnék. Az a... Magadnak, egyedül? No, egyedül, még vagy egyedül. Messze? Te egy csöcsös... A ményállas csibelábak. Ad való neked a kákabeletbe, ja. Ményállas csibeláb. Végre valaki megmondja neki. Megszabálod a két személyes hatalat? Hát megpróbálom. Még nem tudom megenni? Hát azon marha sok hús van. Hát azzal jó. Hát de reménykedek is benne. Ó. Köszönjük na. Szépen. Na, Isten áldjon még benneteket. Jövünk be Isten vele. Eltek legközelebbi. Na, rejjed gyakran. De rejjed gyakran. Egyedül fogod zabálni a üzéket, ne sem. De miért azt nem eszik meg itt? Hát, hol zabarnak meg? Hát azon több kiló hús van, de marha. Milyen több kiló? Hát több kiló. Van azon minden. Csibehús, disznóhús. Minden van rajta. Még a marha sok köret. Voltak ma ilyenek. Voltak, jó? Hát dobozzal mentek haza. Bocsi, ne arra, hogy két lattét lehet kérni? Mit akarsz? Lattét. Lattét iszok, mint a zsétalóca. Mennyit, amennyiben? Igen, a kávét otthon. Ja, menjen. Combok, hova menne? Hát az ide, mert ide fog ülni. Milyen combokra gondolt? Jajjaj. Nagy fejűnek. A legnagyobb fejűnek. Újj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 
Wow, azt a munkát. Hát most már álljál neki! Na, zabaj! Jó. Hogy kezdjem neki? Hát van két kezed, 10 ujjad, nem? Hát ez igaz. Zabaja, itt nincsen semmivel, ja. Meg ilyenek. Jó. Keresem a szendvicset, de úgy lehet, ha már nincsen meg. Megeszem a kondert, és itt vége lesz mindennek. A versenysúlyom a diszkóges kellemérem meg. Szeretem a csirke mellett, rizssel mellesleg. Pupi megeszik mindent, ha észrevesz. Ezektől majd hajni és mérges lesz. Ettől majd ti is félhettek, mert tőlem Miki sem védhet meg. Szerintem én már most elbuktam. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Egyél, egyél. Na, hát akkor zabár, milyen zabár? Igen. Ó, köszönöm szépen. Hallod itt egy egész hal. Hallod, szereted amúgy? Mhm. Tényleg? Jó, hát mondjuk a oldalas jobban van. 73. Jeez. Emiki, ezt ki fog rajta fogni, nem? Mm. Mit gondolsz? Meddig bírod? Szerintem ki fog fogni. Annyira finom, ropogós a csirkének a tőle. Hát az majd! Még négyre az bar tartalokkal.
Hát itt tényleg szó szerint zabálni kell. Ez a szám finom ropogós hallod. Melyik? Ez. Azért ebben van kalória, nem? Hát, ebben van. Nagyon jó. De jól, olyan jól is néz ki, olyan szépen össze van rakva. Nem sok tudom. Mi? Tudok. Nyomjátok, nyomjátok. Szorítjuk, szorítjuk. Lassan több lefér. Ilyen leányom. Ezt még a finom. Nagyon finom. Minden. Jó van akkor. Hát az a misszáj ízünknek van ez. Nagyon. Úristen, de jó az oldalas. Annyira fokhagymás. Ez azért oda szúr az eljé. Itt kell valamit jól csinálni. Meg az ember el tudja magát engedni, nem? Tehát, hogy nem azt, hogy bemész egy étterembe, azt a ízé, aztán csili-vili, minden. Itt tényleg úgy lett valahogy, hogy zabálsz. Ja. Furcsa is lenne, te azért ezt ezek terelni. Az oldalas gyerekek. Azt a rohadt. Ez ki. Igazi királyi lakoma. Olyan, mint hogyha Wobba lennénk egy izében, nem? Dajjöbbe. Dorotárba van. De szerintem esélytelen meg egyedül. Erről én is azt mondom, hogy nem. Így már. Háj, kegyetlen jó az oldalas. Akkor stolod? Nem kell kapnom. Nem, biztos? Az egyedül zabalod, vagy mind a harmad? Gyuri, ja, Gyuri. Egyedül, ezt mind egyedül, ja. Van még? Van. Szólj a időbe. Azt mondta, éhes marad. Azt mondta, te pofaltak ma valahol, nem? Rá is szóltunk, hogy egye meg. Rajta vagyok. Rajta vagyok. Jó van. Jó, hát. Ha jó vagy, csak enni a jó hangulatba. De van, kimész levegőzni? Jól laktál? Biztos? De ezt szeretem, nem eszem. Jó van. Ez nagyon jó. Amit te. Ez tényleg jó, csak kéne hozzá valami szósz. Edd a káposztával. Edd a káposztával. Leizzadtál amúgy elég szépen. Igen. A húsok elfogytak, értem. Most krumplival is. Nem most itt a krumplit, olyan. Most mit tegyek krumplit salátával? Ja, ja. Hát úgy kellene. A lényeget meg. Egyszer a húst, egyszer a krumplit. Rites, házi rites! Van. 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 Túró, mit ma kalmamák? Túró. Almásot, én elfogadom. Bizony, házi finom. Óha. Én elfogadom az almásot. Én meg egy túrósat. Te egy túró, egy alma. Akkor egy medgyeset. Csöcsi. Na, banya. Meggyes akkor. Te meg meggyes. Majd bezárunk az a karitkába. Frissen sütött. Frissen, hú. Jó, meg van rakva. Frissen itt házi rétes. Ó, de jó van ez. Ó, de jó meleg. Nagyon finom, gyerekek. Hát az abban. Hozhattak volna egy egész csíkkal, de minden. Hát tudod, nem azt, hogy le van előre gyárva, mit tudom, ilyen frissek. Igen, de az és is... hogy tele van igen? Töltve. Nagyon. Abból is van jó egyébként a friss, a előre gyártottból. Jövőt ajtom. Finom. Finom. Nagyon jó. Hú, de jó. Megcsapott ez a citromos túrós illat. Ezt próbáljátok ki, de most komolyan. Kóstoljátok meg, ezt tényleg. Jó. De tényleg. Engem nem kell kétszer. Kérni. Nincs a herpeszem, szép volt. Így haladok, nem veszek semmit.
Figyelek a vonalaidra. Túrós. Megkapta a fajd. Ez ugye. Na milyen? Érezni a citromot, ugye? Meg a létezik. Jó. Hát gyerekek, itt jól laktam. Ti is? Nagyon finom volt. Igen. Egy jó fejállni el akar jönni, az ide jöjjön. Finito. Amire jó volt elítes. Hát menjeim volt, kibáltam. Szerintem ilyen voltam is ettünk. Maga gyúrja amúgy, vagy nem? Nem, mert csöcsösteri főz. Jó, csöcsösteri. Akkor már félhez. De nem a hóna alatt gyúrja, nem? Nem, jó, büdösek a lába. Ja, tényleg? Azzal tapossa tényleg. Azt szeretjük a legjobban. Hát akkor ez lett volna ez a vidi. Kövesetekben meg ilyenek. De mondt is, csibész. És ha erre jártok, akkor tényleg nézzetek ideben, mert egy élmény. Hát ne csak nézzetek, egyetek is. Meg ezeket foglaljátok asztalt. Asztalt foglaljatok, csak az rendeljen több személyes tálat, hát látjátok, hogy azért az nehéz eset. Ennyi. Na hát akkor ez lett volna a középkori paraszt videónk. Köszönöm szépen, Devon, hogy itt voltál. Köszi szépen a meghívást, Miki Bács, hogy elhoztad ilyen klassz helyre. Remélem nem hagysz itt ebben a kalodában amúgy. Büntetés van, mert nem etted meg a krumplit. Na, jó, elmentem, csak. Halló! Halló! Nyomjátok meg a követést, meg ilyenek, és lájkoljátok a videót. Remélem találkozunk még. Szomjas vagyok. Halló! Márti, nem is mentünk sehova az időbe. Hát, mert nekem nagyon úgy tűnik, hogy visszamentünk, pedig mégse. Jaj, itt van, elhúztam a Dustert! Nem, azt nem mondta a Duster. Ja. Még mindig nagyon patent a gép. Harapja az autó. Na figyelj, Márti! Kurva, én elhagytam a hajam. Elhagytam a hajam. Még mindig a régi. Vissza kell utaznunk. Márti, előre kell mennünk a jövőben, mert ez így nem maradhat. Gyerünk ki azon! Ja. El kell mennünk a jövőbe, mert ez a mai, ami itt van. Hogy csak teljesen volt semmit sem! Beépítettem a fuchsos kondenzátort. Mi kell hozzá, hogy meghajtsa? Chili sauce. Márti! Olyan vagy, mint a f***. Aha! Tudom, honnan tudunk cserélni szerezni chili sauce-t. Aha! McFly! Megvan a megoldás! Tudom, honnan szerzünk chili sauce-t! Induljunk! A f***s nyomkor! Elállítottad ezt a kondenzátor! Tudom, honnan szerzünk chili sauce-t, McFly! Nem elmondtam párszor. Nem figyelsz? Induljunk! Menjünk! Meg a kézifény! Nem tudom eldönteni most, nem vagy szerepbe, vagy kijöttél, már nem tudom eldönteni. Ennyire jó vagyok! Na figyelj, látni nekem ugyanaz, mert hülye vagyok alapból.